Először megadom a szót Apáti István képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Ennyi a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy anélkül, hogy bárkit személyben akarnék megsérteni, hogy a legtöbb eddigi felszólalás teljesen hiteltelen volt ebben a vitában, hiszen az előttem felszólaló képviselők többsége minden politikai és legtöbbször élkülcsalak nélkül fogalmazta meg az álláspontját. Ennek egyszerű oka van. A Fidesz-KDNP megszólalói úgy tesznek, mintha ellenzékben lennének, vagy még gyakrabban az ellenzék ellenzéke szerepét játsszák itt el a parlamentben, míg a baloldali, illetőleg szélső baloldali pártok részéről felszólalók pedig úgy tesznek, mintha soha egyetlen percig sem irányították volna ezt az országot, és nem lenne felelősségük abban, hogy 33 év után ide süllyedtünk ahová. Akinek nem inge, természetesen ne vegye magára. Na de hát azért, ha jól számolok így fejben, villámgyorsan, akkor baloldali pártok legalább 3 cikluson keresztül irányították, vagy vezették félre ezt az országot és a magyar nemzetet. A Fidesz pedig még hosszabb ideje regnál, és gyakorlatilag az elmúlt 13 évben kisebb megszakítással, kétharmados felhatalmazással, gyakorlatilag teljhatalmat, totális hatalmat gyakorolt ebben az országban. Mindegyikőjüknek volt bőven ideje arra, hogy bizonyítsanak, tisztelt képviselőtársaim. Hát bizonyítottak is. Csak nem úgy, ahogy szerettük volna. Közös, nem egyenlő mértékű, de mégis valamilyen szinten közös a felelősségük abban, hogy ez az ország idáig süllyedt, és ez látszik a 2022-es költségvetés zárszámadásán is. E tekintetben is azt látjuk, hogy egyedül a Mi Hazánknak van erkölcs és politikai alapja ahhoz, hogy éles kritikát fogalmazzon meg. Ennek pedig egyszerű az oka. Egyedül, talán még néhány volt képviselőtársamat leszámítva, akik egy hajdan jobb sorsa érdemes pártban élik végnapjaikat, politikai végnapjaikat. Mi nem voltunk még egyedül kormányon, mi nem voltunk még egyedül döntéshozó pozícióban. A Mi Hazánkra tehát a legnagyobb rossz indulattal sem lehet azzal vádolni, hogy megvolt ugyan a bizonyítási lehetősége, de ezzel rosszul élt, félrevezette, becsapta a magyar embereket. Ebből a szempontból is vizsgáljuk ezt a törvényjavaslatot, tisztelt képviselőtársaim. És ennek kapcsán is azt látom, hogy abszolút szélsőséges álláspontok fogalmazódnak meg. A baloldal, benne a bal középpel és a szélső baloldali pártokkal azt állítja, hogy mindenért a kormány a felelős és a külső körülmények nem vagy csak csekély mértékben játszanak szerepet, például a két legnagyobb ellenséggel, az inflációval és az államadóság alakulásával kapcsolatban. Ez nyilvánvalóan egy szélsőséges álláspont. A kormány szélsőségessége pedig abban mutatkozik meg, hogy azt állítja, hogy ő csak a külső körülmények áldozata. Az inflációról, az államadóságról nem tehetnek, hiszen ők nagyon jól végezték a munkájukat, mindent kiválóan csináltak, minden döntésük helytálló, vagy döntéseik többsége, na de hát a külső körülmények. Erre szoktam azt mondani, hogy ugyanaz, mint amikor egy focistának nem megy a játék, akkor hivatkozik mindenre, a páratartalomra, a pályatalajára, csak a saját képességeinek a hiányosságait nem veszi figyelembe. Ez a kormányzati álláspont is egy szélsőséges álláspont, és nagyon jó, hogy a Mi Hazánk egy kiegyensúlyozott állásponttal tud ebben a vitában megjelenni. Az indokok vegyesek, tisztelt képviselőtársaim. Hiszen valóban van szerepe, hatása az inflációban az ukrán területen zajló orosz-amerikai háborúnak, valóban van szerepe a Covid áthúzódó hatásának, de azért itt már óvatosabban kell fogalmazni, hiszen valljuk be, nem volt még olyan régen, 2020 és 2021, hogy itt a Covid nevű irányított világprojekt kapcsán, ami egyfajta próbaüzem volt az új világrend megteremtésének, vagy annak egy fontos eleme, azért önök kormányzati hatáskörben hoztak olyan észszerűtlen, a józan paraszt észszel szembe menő, és nagy károkat okozó tilalmakat, korlátozásokat, amelyek a 2022-es költségvetésben is megjelentek és éreztették hatásokat mind a mai napig. Ha megnézzük azt, hogy önök a 2022-es költségvetés évre 3%-os inflációval terveztek, és 14,5% lett belőle, akkor már itt befejezhetném a mondandómat, megírhatnám ezt a pohárvizet, amit a jobb kezem felül van, és nyugodtan helyet foglalhatnék. Ezért a 3% és a 14,5% között
többszörös eltérés van, ez már önmagában is indok lenne komoly személyi konzekvenciák levonására. Az, hogy 2022-ben a háztartási energia ára 21,6%-kal, az élelmiszerek ára 26%-kal emelkedett, az önmagában felháborító. Főleg az utóbbi adat, hiszen kiváló adottságokkal rendelkező, alapvetően mezőgazdasági beállítottságú országban élünk. Az is rémisztő, tisztelt államtitkár úr, hogy 2022. november óta nálunk a legnagyobb, a legmagasabb az infláció az egész Európai Unióban. Az is felháborító, hogy a 22-es év áthúzódó hatásainak eredményeként szeptemberben, idén szeptemberben azt láttuk, hogy már csak nálunk van két személyi infláció 27 EU-s tagállam közül. Azért ezek meglehetősen nehezen magyarázható tények, mint hogy azok is, vagy az a kijelentés, amelyet azért a Mi Hazánk mozgalom iránti elfogultsággal alig ha vádolható Matolcsy Györgytől származik, miszerint az inflációt legalább 3-4%-a növelték az ársokkák bevezetései. Persze ezt le lehet tagadni, meg láthatóban egy óriási politikai, személyi, meg szakmai ellentét az MNB és a kormányzat között, még egyszerűen lefordítva a két erős ember, Orbán Viktor és Matolcsy György között, a régi nagy barátság valószínűleg megszűnt, megtört, vagy legalábbis rossz irányba változott. Na lehet ennek a két ember közötti viaskodásnak, már most nem akarok erősebb kifejezéseket mondani, ezért mégiscsak a parlamentben vagyunk, és itt mond az ember vezér szavazatot, ezért próbálom visszafogni magam, hogy milyen méregetések közepette. Tehát két ember egymás méregetése, meg következményét, hogy 10 millió magyar ember viseli, és 10 millió magyar ember issza meg ennek a levét. És önök sok esetben, amikor nehéz helyzetbe kerülnek, főleg az infláció kapcsán, akkor mutogatnak az Európai Unióra, akkor hadd mondjak önöknek néhány példát azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehették volna könnyebbé a magyar emberek vagy a magyar vállalkozások életét. A nálunk is rosszabb helyzetben lévő Bulgáriában 2024. decemberéig a kisvállalkozásoknak nem kell áfát fizetniük. Önök miért nem segítenek így legalább a mikrovállalkozás kategóriájába tartozó sok százezernyi magyar vállalkozónak, hiszen nem a múltik, hanem ezek a tisztességes magyar többségében tisztességes magyar vállalkozók biztosítják a munkahelyek és a munkabérek nagy részét. Vagy Lengyelországban meg tudták oldani, hogy 6 hónapig az élelmiszereket áfamentessé tették. Önök meg ehhez képest egy nagyon szűkkörű kedvezményt biztosítanak a magyar emberek számára, és mivel nem elég tág ez a kör, gyakorlatilag az történik, hogy néhány élelmiszer árát befagyasztották az ársapkák kapcsán, a más élelmiszerekben pedig ez sokszorosan megjelent. Azzal együtt, hogy nagyon érdekelne rajtam kívül még sok millió magyar embert többfajta számítási módszer, hogy abban a bizonyos képzeletbeli virtuális fogyasztói kosárban milyen termékeket raknak bele önök, mert hogy egyébként nem 26% volt a valóságban az élelmiszerinfláció 2022-ben, arra elképesztően nagy összegben mernék fogadni. Idén ebben a hónapban is volt olyan, amikor csak egy adott hónapban 44% volt. Ugyanis a magyar emberek többsége azt tapasztalja, hogy a leggyakrabban vásárolt élelmiszer típusok körében szorzószámokban lehetett, vagy több 10%-okban lehetett legalábbis mérni az infláció valós mértékét. Hát a fogyasztói kosarat úgy rakják össze, úgy állítják össze, hogy abba a mindennapi életvitelhez, akár a biológiai létfenntartáshoz, hogy így fogalmazzak, nem feltétlenül szükséges termékek vannak benne, akkor persze ki lehet ilyen bűvésztrükkel hozni ezeket a számokat. És hogy a pár héttel ezelőtt elmondtam, abban is biztos vagyok, hogy decemberre, ha belepusztulunk, akkor is egy szájnagyú lesz az infláció. Teljesen mindegy, hogy mi a valóság, önök majd kibűvészkedik, hogy legalább egy 9%-ot kihoznak. Mindenképpen egy szemegyű lesz a vége, mindegy, hogy mi van a valóságban. De attól még a magyar emberek pénztárcájában nem fog több pénz maradni a hó végén. És hát fogalmazzunk kellően nyersen és nyíltan, tisztelt képviselőtársaim. Legalábbis szerintem tegyen így mindenki, aki legalább egy kicsit komolyan gondolja, hogy konzervatív, jobboldali értékeket val. Az elmúlt 33 év eredményeként, erre az elmúlt 13 év különösen ráfújtott, minden korábbinál durvább kasztrendszer alakult ki Magyarországon. Ha azt nézzük, hogy egy nemzetgazdasági nettó átlagkereset többszörösét is, akár Danyoritka ez, meg tudja, hány magyar fiatal tudja megkeresni. De még a nemzetgazdasági nettó átlagkeresetnek a többszöröséből is teljesen esélytelen, hogy önálló lakása lesz,
hogy családi házat tud építeni, vagy akár egy jelentős mértékű felújításba bele tud kezdeni, ha esetleg jelentős szülői segítség mellett meg tud vásárolni egy ingatlant. Hogy egyik társadalmi rétegből a másik egyen följebb, csak egyen följebb tudjon lépni, meg ott teljesen esélytelenné vált. Nagyon szerencsésnek kell, nagyon komoly szülői háttérrel kell ahhoz rendelkezni, vagy nagy szerencsének kell bekövetkezni az életben. Például jobban lenne a miniszterelnök úrral, mint hogy történt ez Mészáros Lőrinccel is, ugye, aki sűrűn fohászkodott az úrhoz, és aztán megismerkedett miniszterelnök úrral, ahhoz, hogy komoly előrelépést tudjon valaki realizálni. Még ha az átlag felett vannak a szellemi képességei, a szorgalma, minden rendben van, ebből a kasztrendszerből egyik rétegből a másikba lépni szinte lehetetlen. És az elmúlt 13 évnek ebben óriási felelőssége van. Mint hogy azt is látjuk, akár a költségvetés, akár annak az árszámadása kapcsán, a korrupció helyzete kapcsán, az energiaárak kapcsán, a mezőgazdasági termelők ellehetetlenülése kapcsán, ezekről mindjárt fogok még bővebben is beszélni, hogy amit itt koprodukcióban előállított a baloldal is egyre nagyobb mértékben egyébként szagadhatatlan a jobb-közép kormányzat, az egészen furcsa extrém egyvelege a Latin Amerikának, a Balkánnak és Közép-Ázsiának. Hát valljuk be őszintén, hogy ez is rendkívül távol áll, fényévnyi távolságra van az igazi keresztény, konzervatív, most a klasszikus politikai skálát nézzük, jobboldali értékektől. Ez a Mi Hazánk mozgalomnak és személy szerint nekem is nagyon nagy szívfájdalmam, tisztelt képviselőtársaim. Nézzük meg azt az ágazatot egy kicsit közelebbről, ami igazából húzó ágazat kellene, hogy legyen, mert szilárd meggyőződésünk, hogy az rövid távon sem lesz célra vezető, hogy német autóipari multiknak vagyunk az összeszerelőzeme, meg a kínai hitelek folyósítási feltételeként meghatározott kínai akkumulátorgyárak élharcosaivá válunk. Ezzel pontosan azt a termőföldet, azt a vízkészletet tesszük mennyiség és minőségi szempontból is tönkre, és egyébként még a vendéglátásunknak és a turisztikai üzletágnak is jelentős bevételt hozó termelvészkészletünket is tönkre tehetjük. Tehát egy nagyon rövid távú előnyért feláldozunk, tönkreteszünk véglegesen hosszú évtizedekre, vagy talán évszázadokra erőforrásokat. Őszintén, hosszú távon mi haszna lesz abból a magyar embereknek, hogy önök mondjuk 350 milliárd forintot adnak annak a debreceni akkumulátorgyárnak, amely nem épülne meg soha, ha önök hagynák, hogy ott népszavazás legyen. A Mi Hazánk mozgalom többször próbálkozott népszavazási kérdések megfogalmazásával, az önök által politikailag kézi vezérelt, a Debrecenben ez aztán extrém erős, helyi választási bizottság mindig elmeszélte, nem engedik, hogy a debreceniek véleményt mondjanak, mégpedig azért nem engedik, mert tudják, hogy ha népszavazást kiírnák, az azon a részvétel megfelelő lenne, érvényes és eredményes lenne, és elutasítanák az emberek az akkumulátorgyárat. Hát miért visznek önök Debrecenbe annyi beruházást? Egyszerűbb, mert önök a Fidesz fővárosának tekintik Debrecent minden szempontból, és önök eleve úgy gondolkodnak, hogy a párt megbukhat, a rendszer nem, ez a logika vezérli önöket, és hogyha egyszer megbuknak, akkor Debrecenben tartósan, biztos, hosszú távon biztosított az ottani különösen erős Fidesz hatalom miatt. A túlélésük ezért áramoltatnak oda a pénzt, fegyvert, paripát, energiát, nem kímélve rengeteg forrást. Olyan forrásokat, amiben mondjuk a magyar termelők, főleg a magyar családi gazdaságok és a magyar kisvállalkozók ki tudnák húzni az ország szekerétből, az egyre mélyebb, fogalmazunk így finoman, kátyúból. A mezőgazdaságban 2022-ben kifizettek 1017 milliárd forint támogatást. Ez nem hangzik rosszul, de ennek 80%-a Csányi Sándorhoz, Mészáros Lőrinchez, az ő csatolt részeikhez és egy Somogy megyei külföld érdekeltségű klánhoz vándorolt. Így már kicsit rosszabbak az arányok. 2027-ig, ha igazak a hírek, akkor 5000 milliárd forint támogatást lehet megpályázni, hogyha ez a 80%-ban a kis és közepes családi gazdaságokhoz kerülne, akkor azt hiszem, hogy vidámabban gondolnánk, vagy optimistábban gondolnánk a jövőre. Azonban, ha ugyanez a 80%-os ráta megmarad, akkor azt látjuk, hogy az 5000-ből, vagy 4000 milliárdot ugyanez az érdekkör fogja megkapni. További probléma, amin valahogy nem nagyon akarnak önök segíteni, hogy általában 50% a támogatási intenzitás, tehát 50% önerőnek kell jelen lenni, tőkeszegény a magyar családi gazdaságok döntő többsége, tehát itt már eleve el se indul a pályázatokon,
hiszen tudja, hogy nem tudja az 50% önerőt hozzátenni, vagy ilyen magas kamatkörnyezetben nem mer eladósodni, ez is teljesen érthető, hiszen azokat a kamatokat azokon a felvásárlási árakon, amelyeken önök szintén nem akarnak javítani, bár ez nem csak a pénzügyminisztérium hatásköre, ezt is a korrektség kedvéért el kell mondani, nem lehet kigazdálkodni. És az 50% támogatásnál is azt látjuk, hogy ha ezt előfinanszírozásban kell megoldani, és nem megfelelő az előleg mértéke, tehát nem adnak akár egy 100%-os előleget, akkor bizony már a sokadik érv, sokadik olyan érvvel találkozunk, melyből egy is elég ahhoz, hogy valaki ne vegyen részt egy ilyen többségében fejlesztési célú pályázaton. És szegény embert még az ág is húzza alapon, valóban ebben teljesen igazuk van, 2022-ben rég nem látott mértékű aszály pusztította az országot, a termőterületek 80%-át érintette, és összesen 1,5 millió hektáról jelentettek be aszálykárt. Bár megjegyzem, hogy nem minden területen elegendő, elég gyors az aszálykárok kifizetése. Talán egy ebből a szempontból kevésbé érdekes, de azért mégsem teljesen jelentéktelen területet, mondjuk az erdőgazdálkodást, hadd mondjam önöknek, általában a tárgyévet követő második évben fizetik ki, átlagban, és nem feltétlenül csak a magyar hatóság hibájából, hanem az Európai Unió teljesen észszerűtlen gondolkodású döntéshozai miatt, mondjuk az erdőgazdasági területekben esett aszálykárokat. Lehetséges, hogy a szántóföldi kultúrákban sem sokkal gyorsabb a kifizetés, holott itt a pénz minél gyorsabb megérkezése szó szerint életet menthet. Sem azért, mert a magyar paraszt emberek mohók, meg extra profitra törekednek, ők nem bankárésszel gondolkodnak, ők csak nagyapáik földjén szeretnének tisztességesen megélni, egyre nehezebb ez. Nem tűnik ki a 2022-es zárszámadási törvényből, tisztelt államtitkár úr, hogy mondjuk 2016-tól, 2017-től kezdve, vagy azzal összehasonlítva, amikor egy átlag méretű, és a saját tapasztalatból is mondom, elég keserűen, egy átlagos méretű gyümölcstermelő családi gazdaság mondjuk képes volt olyan profitot termelni, szerencsésebb esetben, hogy akár mondjuk abból három családot, vagy kicsit fogalmazunk közgazdaság szerint, három nagyobb fogyasztási egységet is el lehetett, vagy fent lehetett tartani. Ez 2022-23-ra jó, ha egy. Ugyanis az input anyagárak elképesztően megemelkedtek, a hivatalos számítások szerint, de ezek megint ugyanolyanok, mint általában az infláció számítása, hogy mit teszünk bele a fogyasztói kosárba, ezzel szélsőségesen tudnak önök játszani, 44,7%-os az emelkedés. Tehát átlagban 44,7%-kal emelkedtek a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó kiadások, a valóságban ez sokkal nagyobb. Hiszen itt nem csak a munkadíjak emelkedése, ennek akár még örülni is lehet, hiszen nagyon kemény, többségében fizikai munka, a mezőgazdaságban elvégzett munka. Én biztos nem sajnálom senkitől, aki ezt a munkát tisztességesen elvégzi az egyre nagyobb béreket, és nem is csak ez okozott költségnövekedést, hanem különösen a vegyszerek és a műtrágyák árának emelkedése. Na most persze erre is rá lehet fogni azt, amire majd megint mindjárt kitérek, az energiaárak emelkedés, hiszen a műtrágya ára és mondjuk a gáz világpiaci ára az valóban szorosan összefügg egymással. De hadd mondjak még egy szempontot, várunk még néhány laboratórium eredményre, és hogyha az történt, amitől tartunk, vagy amire gyanakszunk, akkor országos botrányt fogunk belőle keríteni, vagy országos botrány lesz, hogy nem csak az a probléma, hogy a vegyszer meg a műtrágy ára megemelkedett, hanem hogy milyen minőséget akarnak eladni, meg adnak el a magyar paraszt embereknek. Egyre több termelő keres meg engem is azzal, hogy a hatóanyag tartalom a csomagoláson láthatóhoz képest 1/3. Tehát 70%-kal kisebb a hatóanyag tartalom mondjuk műtrágy esetében. Az atya úristenek nem akar a műtrágy elolvadni, felszívódni, és hasonló problémák lehetnek egyre drágább vegyszereknél is. Méreg drága mérgeknél, ha egy ilyen furcsa kifejezéssel akarnék élni. Csak hát ugye itt a különböző mérési módszerek, laborvizsgálatok, azok nem biztos, hogy a magyar parasztember érdekeit fogják szolgálni, mutatván a valóságot, hiszen mi csak az objektív valóságot szeretném bemutatni, hanem mondjuk akár a német, akár más múltik érdekét kívánja szolgálni. Amennyiben a laboratórium eredmények alátámasztják a gyanunkat, a másodperc töltése alatt nyilvánosságra fogjuk hozni ezeket az ügyeket. És aztán nézzük azokat az energiaárakat, amelyek többségben tényleg nem az önök
hibájából emelkedtek, bár azért itt az áram árával kapcsolatban érdemes óvatosnak lennünk. Meg azzal kapcsolatban is, hogy 2022. februárja és 2022. nyara között, maradjunk ugye 2022-es évben, mi is történt? 2022. februárjában az orosz cár és a magyar miniszterelnök bejelentették, hogy ötöd áron kapja Magyarország az orosz gázt. 4,5 milliárd köbméter orosz gáz megvásárlásáról állapodtak meg, ha hinni lehet ezeknek a híreknek. Hozzátette ekkor egyébként egy korábban önöknek dolgozó, kiváló energetikai szakember, hogy őszintén kételkedik ebben az ötödnyi árban, hiszen ennyien legfeljebb Fehér Oroszország szokott kapni az oroszoktól gázt. Aztán még 1 milliárd plusz, a 4,5-en kívül plusz még 1 milliárd köbméter gáz megvásárlásáról tárgyaltak. 2022. februárjáról beszélünk, a választások előtt voltunk 4-5 héttel. Persze hát nyilván kampányüzemmód miatt ilyeneket kellett mondani. Aztán azt láttuk, hogy 2022. június közepére, amikor már több mint 2 hónappal voltunk a választások után, a magyar gáztározók kevesebb, mint fele töltöttséggel rendelkeztek, mint a korábbi években. És 2022, ha jól emlékszem, július 13-án, villámgyorsan le kellett kötni világpiaci áron, szinte csúcsáron 700 millió köbmétert, amelyből azt elvileg stratégiai tartalékot, vagy stratégiai készletet, és lőtéren vánszorgó bolhás kutya legyek és ugassak, hogyha értem, hogy akkor miért kellett egy ilyen helyzetben a 700-ból 500 millió köbmétert eladni a szerveknek. Tehát itt lehet, hogy megjelennek olyan érdekek, amelyek akár a titkosítások miatt, vagy más okokból kevésbé érthetőek, de azért ez finoman szóval sem a magyar érdekeket szolgálta. És akkor azt kiderült 22 nyarára, hogy hát akkor mégsem olyan kedvezményes az orosz gáz, mert lényegében a holland tőzsdejárakhoz van kötve, és hát nem tudunk, meg nem tudtunk, meg nem is tudunk az oroszoktól rögzített áron, fix áron gázt vásárolni. Ekkor kezdett kiderülni a valóság minden apró részlete, hogy egy másik vagy klasszikust idézzek. És így jutottunk el tavaly nyáron akár az 1000 forint fölötti, vagy 1100 forint fölötti gázárakhoz. Ugye tudjuk, hogy 340 euró per megawattóra volt a csúcs ára a gáznak, amely egyébként azóta egész sokáig meredeken elkezdett visszaesni. És hogy miért? Nyilván fontos a rezsicsökkentés. Tehát mi nem tartozunk azon pártok közé, akik ezt egy haszontalan vagy látszatintézkedésnek tartják, de azért erről is érdemes, mert az is egy szélsőség, de az a másik szélsőség, az meg az önök szélsőséges véleménye, hogy ez aztán milyen egy oldalon szolgálta az emberek érdekeit. Tehát nyilván segített az embereknek, ez tagadhatatlan, de azért mondjuk el azt is, hogy 2012 végétől úgy egészen tavaly nyárig általában mondjuk a gáz világpiaci ára jóval alacsonyabb volt, mint a 102 vagy 110 forint körüli rezsicsökkentett ár. Volt, amikor 40-50 forint volt átszámolva egy köbméterre kivetítve a gáz ára, önök akkor is 110-ért vagy 120-ért adták. Na most ehhez képest azért nem nevezném annyira kedvezményesnek, és az is kevésbé érthető, hogy most az 1729 köbméteres kedvezményes mérték fölött miért adják 767 forintért, illetőleg arra is kérném államtitkár urat, hogy legyen szíves akár a gazdasági versenyhivatalnál meglevő kapcsolatait labba vetni, mert nem csak jó magam, hanem több százezer vagy talán milliónyi magyar ember nem érti, hogy miért úgy számolják jelleggörbe meg egyéb alapon a gázárát, amikor az 1729 köbméteres kvótán belül annak el nem fogyasztása esetén is kiszámláznak akár 747 forinttal is az éves leolvasások után gázárat. Tehát amikor egyértelműen még a kedvezményes árat kellene adni, vitán felül áll, hogy a fogyasztó nem fogyasztotta el a korábbi éves leolvasástól az aktuális éves leolvasásig az 1729 köbmétert, akkor is van bőr a képükön, kvázi teflon arc, hogy ki számlázza a szolgáltató, most a szolgáltatókra mondom, hogy teflon arcolak, a magas gázárat. Ugyanez a helyzet a villany árnál. Elvileg 11-12 forintért megtermeli Paks, mégis azt mondják, hogy már a 36 forint is milyen kedvezményes mérték, és amikor ebben az esetben a 2523 kilovattórát elfogyasztja a tisztelt magyar választópolgár, akkor utána 70 forintot vernek a nyakába. De ez sem igaz. Ez sem igaz. Mindenki nézze meg a saját villanyszámláját. A képviselőtársak közül, munkatársak közül, mindenki, aki hallja ezt a vitát. Én nem nagyon találtam még olyan villanyszámlát, ahol 36 forintért kaptam volna, és nem, ez nem az én személyes sztorim, mert nyilván engem
meg minket, az itt ülőket nem vág földhöz a villanyszámla, de azért ne felejtsük el, hogy honnan kezdtünk, honnan gyűjtünk, meg azt se felejtsük el, hogy nagyon sok magyar embernek ez igencsak húsba vágó kiadás. Ha megnézzük és visszaosztjuk a számla végösszegét és az elfogyasztott mennyiséget, akkor azt látjuk, hogy havonta változó, itt a 61 néhány forinttól az 52 forintig, a 44 forintig bezálló, itt mindenféle számok repkednek. És ahelyett, hogy önök az orosz gáztól való függőség csökkentését valóban komolyan gondolnák, igazából akadályozzák. És azt is megindoklom, hogy ez egyébként főleg az energiaügyi minisztérium hiányosságára vezethető vita, azért mégsem lenne helyes, hogy mindent a PM nyakába varok, tehát igyekszem azért igazságosan mérni a kritikát, hiszen mi vagyunk az egyetlen párt, ami hazánk az egyetlen párt, amelyik a hibrid energiapolitika híve. Van helye hagyományos energiaforrásoknak, mint hogy természetesen mi is fontosnak tartjuk a megújuló energiaforrásokat. De Magyarország adottságai, legfőképpen beszűkült gazdasági lehetőségei miatt csak az egyik vagy csak a másik irányba aránytalan ebbi lenne, az egy szélsőséges álláspont, tisztelt képviselőtársaim. És meghirdették most önök, hogy még talán 100, akár lehet, hogy 200 ezer háztartás számára 2026. január 1-ig elérhetővé teszik az igazi a legjobb menekülési útvonalat jelentő napelemeknek a telepítési lehetőségeit. Amennyiben önök nem hajlandók azt az intézkedést, az energiaügyi minisztériumra gondolok, de azért mégiscsak ennek nagyon komoly költségvetési, meg pénzügyi gazdasági hatásai vannak. Ha önök nem hajlandók a jogszabály erejénél fogva valamennyi 2023. szeptember 7-ig benyújtott kérelem alapján kiadott engedély érvényesség idejét 2026. január 1-ig meghosszabbítani, így körülbelül ezzel a megfogalmazással, akkor amit önök 2026. január 1-ének mondanak, az valójában legkésőbb jövő ősszel le fog járni, ugyanis az érvényességi idő, az engedélyek érvényesség ideje egy év. 200 ezer, főleg tavaly benyújtott 200 ezer kérelem alapján nem lehet egy év alatt a kivitelezéseket elvégezni, ez fizikai időbeli képtelenség, újabb áremeléseket fog generálni, és lehetetlen helyzetbe hoz rengeteg magyar családot. Nagyon jó, hogy meghirdették a napelem támogatási programot, csak arra hívnám fel az önök szíves figyelmét, hogy 4 kilowatt háztartásonként 4 kilowattnyi napelemes rendszer legfeljebb egy háztartás alap szükségleteit tudja fedezni. Ha valaki levegő-levegő hőszivattyúval, vagy levegő-víz hőszivattyúval akar fűteni, vagy éppen hűteni, akkor ez nem lesz rá elég, ahhoz legalább ennek a kétszeresére, két és félszeresére van szükség. És a levegő-levegő hőszivattyúk elég elterjedtek. Ezt az alacsonyabb jövedelmi honfitársaink is meg tudják vásárolni. Gyakorlatilag mindegyik alkalmas hűtése és fűtése, és ez az, amely mondjuk az emberek mindennapjait érinti, hiszen a magyar háztartások, az energia háztartásokban az energiaköltségek 65%-a a fűtési költség, tehát a magyar emberek mindennapjait érintő húsba vágó kérdésekről beszélek. Lehet, hogy akinek magas fizetése van, erről hajlamos elfeledkezni, de végül is mégiscsak az lenne itt a célunk, gondolatom szerint, és a mi hazánk elképzelése szerint, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni az emberek életét, hogyan tudjuk elérhetővé, hozzáférhetővé tenni számukra az olcsóbb energiaforrásokat, a korszerű energiaforrásokat. Hogyan lehet leválni az orosz gázról, ami valóban hosszú távú, rövid, közép és hosszú távú stratégiai érdek. Áramalapú fűtéssel vagy fafűtéssel. Az utóbbit se vetném el, hiszen azért magam is szívesen fűtök olyan eszközökkel, meg olyan módszerrel, amivel a nagyszüleim is fűtöttek. Az áramtól teljesen független falalapú fűtés, amilyen irányban most alakul a világ, azért nem elvetendő, és a legnagyobb biztonságok egyikét jelenti. Míg a korszerű megújuló energiaforrásokra alapuló áramalapú fűtési módokhoz komoly, az előbb elmondottak szerint komoly segítséget kell adni az embereknek, és az aprónak tűnő, de valójában kizárókat képező akadályokat is illene elhárítani. Annak érdekében, hogyha már önök a nagy számok, a száraz közgazdasági adatok és számok tekintetében elég szomorú és szerény eredményekkel produkálnak, legalább a mindennapokat próbáljuk valahogy valamilyen formában élhetőbbé tenni, és önökkel ellentétben mi nem a német autóipari múltik és nem az akkumulátorgyárak országává akarjuk varázsolni Magyarországot, mi a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra alapoznánk, mi abban hiszünk, hogy a magyar parasztemberek, a magyar családi gazdaságok által megtermelt nyersanyagokat a Magyarországon kell feldolgozni, ezeket a Magyarországon kell értékesíteni. Az biztos jó üzlet, csak nem nekünk, hogy
a magyar nyersanyagokat kiviszik külföldre, ott feldolgozzák, a színajavát eladják Nyugat-Európában, a gyakran daganatképző, meg rákkeltő hulladékot meg visszaszállítják nekünk szintén aranyáron. Sokszor érezzük azt, hogy ezt is csak velünk magyarokkal lehet megcsinálni, ráadásul a saját hazánkban. Ez aztán igazán fölháborító. Csak azért említettem ezt a nagyon fontos ötletet, mert itt a baloldali felszólalóktól kritikát, savazást, fikázást, valójában őszintén bőven lehetett hallani, de azt, hogy ők mit csinálnának abban az esetben, ha kormányzati felhatalmazást kapnának, arról mélyen hallgatnak talán azért, mert ötlettelenek, illetve ők is hasonlóan, mint egy rossz focista, arra rúgnák a labdát, amerre éppen az orruk van, vagy éppen az orruk áll. A Mi Hazánk mozgalom e tekintetben is külön tőlük, mi azt is elmondjuk, hogy mit tennénk másként, és milyen egyéb ötleteink vannak ahhoz képest, ahhoz a tévúthoz képest, amiről önök egyelőre nem akarnak letérni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.